modern webböngészők mindegyikében megtalálható az úgynevezett ilyen füles oldal megtekintés, amikor ugye nem szükségszerű megnyitni egy teljesen új böngészőt ahhoz, ugye, hogy egy másik weboldalt meg tudjunk nyitni, hanem mondjuk az Internet Explorer 8 esetén egy Ctrl-T megnyomásával ugye egy újabb fület kapunk, és ott is böngészhetünk tovább. Az Internet Explorer 8 egészen érdekesen kezeli, pontosabban speciálisabban kezeli ezeket a füleket, mint a többi ilyen internetes program. Hogyha tegyük fel, hogy a újabb ablakokat nyitogatunk és írunk be mindenféle címeket, akkor ezek a fülek azonos színűek, tehát igazából nincsenek különösebb elemmel megjelölve. Ha viszont azt csináljuk, hogy még itt van a videosmart.hu, és innen megnyitunk egy új ablakban gyakorlatilag egy kapcsolódó linket, akkor az a fül, pontosan az a fülpár kap egy bizonyos színt, ilyen esetben a zöldet. Hogyha ugye mindig nyitunk így egy újabb ablakot, erről az oldalra hivatkozva, ugye ezt úgy tehetjük meg, hogy az aktuális linken egy középső egérklikket nyomunk, akkor úgy mindegyik ilyen fül megkapja ezt a színt. Hogyha nyitunk egy teljesen másik weboldalt, ugye egy új fülön, majd ott is ugyanezt a módszert alkalmazva úgy nyitjuk meg a következő linket, hogy a középső egérre kattintunk, akkor az a csoport egy újabb szint kap, és ez természetesen így megy tovább, egészen addig, amíg a úgymond kapcsolódó tartalmakat nyitogatjuk. Ez akkor lehet igazából hasznos, hogyha szeretnénk nyomon követni azt, hogy honnan jutottunk el melyik weboldalra. Tehát ugye itt nem arról van szó, hogyha ugye egy adott oldalon vagyunk és rányomunk egy adott cikkre, nyilván nem nyílik meg új ablakba, de így például tudjuk, hogy ilyen esetben a dívány oldalra az előző indexről jutottunk el. Ezzel az Internet Explorer 8-nak a fejlesztői mindegy megkönnyítették a nyomonkövetést, a visszakeresést, és ez valóban eléggé kedvelt és kényelmes funkció.